Az enyhe tél miatt az előző évekhez képest jóval több kullancs van a természetben, ezért ha a szabadban vagyunk, érdemes időt fordítani a megelőzésre. Túlszaporodott a kullancsállomány. A védekezés ellenük fontos, hogyha kimegyünk az erdőbe, zárt ruházatot viseljünk, tűrjük be az okniba a nadrágot, illetve deréktájon is tűrjük be a felsőnket, illetve vannak különböző kullancsriasztó szerek is, amelyet érdemes használni, illetve nagyon fontos, hogy nem csak az erdőkben, akár hogyha kimegyünk egy magasabb gyepszintű területre, vagy mezőgazdasági terület mellé, vagy csak akár a szabadban sportolunk, grillezünk, akkor is előfordulhat, hogy kullancs bemegy a ruházat alá. Fontos, hogyha a kullancsot idejében eltávolítjuk, akkor nem tudja bejuttatni a kórokozókat a szervezetünkbe, az élősködő csípése után azonban érdemes figyelni az esetleges tünetekre. A kullancs terjesztette agyalő gyulladást vírus okozza. A kullancscsípés után nagyjából 10-14 nap után kezdődnek a tünetek, magas lázzal, fejfájással járó panaszok jelentkeznek először, ez el is múlhat. Ezen a szakaszon meggyógyul a betegség, de az esetek egy részébe egy néhány napos panaszmentes időszak után idegrendszeri tünetek alakulnak ki. A vírus okozta megbetegedésnek okiterápiája nincs, tünetileg kezelik a beteget. Az agyvelő gyulladás ellen van védőoltás, a szakemberek azonban azt javasolják, hogy már a kullancs szezon előtt adassuk be a vakcinát. Szezonban már kétséges, hogy az oltóanyag ki tudja fejteni a hatását, hiszen egy oltásnál általában 2 hétre van szükség, mire a védettség kialakul, és itt első alkalommal egy hónapos különbséggel kell kapni 2 oltást, tehát igazából egy olyan 6 hét után alakulhatnak ki védettség. Létezik gyorsított séma is, de én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha tudatosan készülünk erre, és még a téli hónapokban oltatjuk magunkat. Arra is figyelni kell, hogy itt emlékeztető oltások vannak, tehát karba kell tartani ezt az oltást. A Lyme-kór ellen védőoltás nincsen, ezért nagyon fontos a kullancscsípés megelőzése, a betegség tünetei a következők. A Lyme-kórnál a legjellegzetesebb a kullancscsípés után jelentkező piros folt, ami aztán elkezd nőni a széli részek felé. Ez is elmúlhat, akár kezelés nélkül is, de később újabb és újabb tünetek jelentkezhetnek, amit aztán nehéz már összekapcsolni a kullanccsal. Magunk mellett pedig kedvenceinket is érdemes átvizsgálni a szabadban töltött idő után. A kutyákban gyakrabban előfordul a kullancs, mint az emberekben, mivel ők ugye szaladgálnak, bemennek ugye a növényzetbe, tehát így őket is, ha hazaérünk, azonnal vizsgáljuk át. Náluk ugye lehet nyakörvet venni, ilyen cseppentős, különféle szerek vannak. Az embert is ugye, ahogy hazaérünk, vizsgáljuk át, mert minél előbb kiszedjük, annál kisebb a fertőzés veszélye. Csípés esetén a kullancseltávolító csipesszel akár otthon is megszabadulhatunk az élősködőtől, fontos azonban, hogy a kullancsot egy határozott mozdulattal ráncsuk ki a bőrből, semmiképpen se piszkáljuk vagy nyomogassuk azt, mivel így a szúráson keresztül könnyen bepréselhetjük a kórokozókat szervezetünkbe.